Összesen 105 mintát kellett értékelnie a Bátaszéki borverseny zsűriének. Idén is, mint általában, 50 mintával a vörös borok reprezentálták a borvidéki jellegét. Ezt elismerve a borászok azt mondják, egyre magasabb minőségben érkeznek a más fajták is a versenyre. Területben a Bátaszék majdnem 200 hektáron nagyobb, mint a szekszárd. Tehát, és egyre több olyan szekszárdi borász van, aki itt ruház be. Tehát most már nagyon nehéz lenne azt megsatszolni, hogy a szekszárdi hegyközség területéről mennyi bor készül, és a bátaszéki területről, mert azért a borászatok nagy része még ma is szekszárdon van. Az idei versenyen elsősorban a nagyobb borászatok jeleskedtek, a kistermelők már nem hozzák el a mintákat, mondja Nagy István. A hegyközség elnöke azt mondja, az itt elért jó eredmény egyenértékű egy szekszárdi borverseny aranyminősítésével. Bozsolik Róbert polgármester arról szólt, a bor Bátaszéken is része a város marketingnek. Néhány évvel ezelőtt alapítottuk magát a Város Bora elismerő címet is, és szinte azzal egy időben indult meg a Bátaszéki Bornapoknak a rendezvénysorozata is. Mind a kettő azzal a céllal, hogy tényleg azokat a családi pincészeteket, amelyek a Bátaszéki Egykösség területén működnek, és igen jó borokat készítenek el, őket lehetőséghez juttassuk azt, hogy ezeket meg tudják mutatni a nagyközönség számára, és adott esetben egy ilyen megmérettetés alkalmával elnyerhessék adott esetben a Bátaszék Város Bora címet, mert talán őket is segítjük ahhoz, hogy még népszerűbbé tudják tenni a boraikat, és hát ezzel gyakorlatilag a bátaszéki hegyközséget, a bátaszéki borokat és a borkultúrát lehet népszerűsíteni. Idén fehérborban a Werner, rozéban a Mikóczi, míg vörösborban a Garai Pince vehette át az elismerést.